of the night, when the full moon is bright, comes a horseman known as Zorro. Zorro, 41. rész. Zorro magányos küzdelme. Magyar hangok. Borbély László, Makai Sándor, Úri István, Kocsis Judit, Horkai János, Imre István, Vitai András, Í és Barna. Magyar szöveg Kálmán Judit, szerkesztő Kovács Katalin, hangmérnök Dobó Ferenc, rendezőasszisztens Kertész Andrea, vágó Kovács Jutka, gyártásvezető Nagy Zoltán, szinkronrendező Vas János. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából az Átrium stúdióban készült. Környéken tekerek egy férfi golyóval a bal vállában. Egy férfi, akire Zorro rálőtt tegnap. Igen. És ha megtaláljuk, rá fogok jönni arra is, kik rabolták ki korábban az embereket. Mi történt? Ő is küldeménnyel jött San Luis Obispo-ból Señor de la Vega. Ott is el kellene már egy kis élelem. De sajnos megtámadták a banditák. És elvették tőle a pénzt? Igen, minden pezót. Gomez, erre egy orvosért. Vigyék a szobámba. Kaliforniában minden falu küldi a pénzt Vertugának. És sorra mindenkit szépen kirabolnak útközben. Ön talán Señor Verdugát vádolja? Nem mondtam semmit. De ha én hoztam volna 17 ezer pezót Los Angelesből, bizony nagyon óvatos lennék. Köszönöm a tanácsát. Nem felejtem el. Szóval még a fogadós is tudja, mennyi pénzt vár Los Angelesből Señor Verduga. Bernardo, ez a hír csak Señor Verdugától szivároghatott ki. Nincs más hátra, menjünk el hozzá, és nézzünk alaposan körül. Igaz, ezt kell tennünk, ez a megoldás. Így biztos a siker. De óvatosnak kell lennünk, uram. És ne sajnálják a pénzt, hisz úgy is van bőven. Ott van, Señor Verduga. Igen, tudom, tudom. Nyugodt lehet, Señor Verduga. Bátran bízhat bennem. Megismerem a másik alakot is. Ott volt a kunyhóban tegnap este. Señor de la Vega. Señorita Verduga, hadd üdvözöljem. Mit tehetek önért? Beszélni szeretnék az édesapjával. Ez most lehetetlen, uram. Sajnos nincs itthon. Lehet, hogy megjött, csak ön nem tud róla. És lehet, hogy tévedek, de úgy tűnt, hogy láttam. Ez megeshet, de ön akkor sem beszélhet vele. Miért? Mert gyengélkedik. Milyen szerencsétlen nap. De remélem nem súlyos az ügy. A régi sebe kínozza.
És most, ha nem kíván mást... Talán biztosíthatnám az együttérzésemről. Mondtam már, hogy nem találkozhat vele. Kisasszony, az ügyem rendkívüli fontosságú. A Los Angelesből várt pénzzel kapcsolatos. Eleget hallottam már erről a fontos ügyről. Azért jött ide, hogy bemocskolja az apám jó hírét. De ebből nem eszik. Távozzon, kérem! Uram! Nem hallottam, mit mondtam? Nagyon fontos lenne, hogy beszéljek az apjával. Megvárom. Ha Romero most itt lenne, már régen kidobta volna magát. Sajnálatos módon, kisasszony, Serrano úr nincs itt, én viszont igen. Miért ne használjam ki a helyzetet? Rendben van. Vagyok olyan makacs, mint ön. Don Diego, Isten hozta. Nem tudtam, hogy itt van. Apám, pihenned kellene. Nem pihenhetek egész álló nap. Azt szeretné, ha örökké csak feküdnék. Az ön lánya meggyőző tud lenni. Milyen igaza van? Anna Maria, hozas Pablóval valami frissítőt a vendégünknek. Halljam, Don Diego, minek köszönhetem megtisztelő látogatását? Először is szeretném sajnálatomat kifejezni, hogy megsérült a karja. Háborús sérülés. Néha kiújul, ha változik az idő. Különös, hogy éppen most történt ez önnel. Mellesleg... Hallotta, hogy a San Luis Obispo-ból jövő emberünket is kirabolták ma reggel? Igen, hallottam. Rettenetes dolog. Nagyon aggódom, hogy ugyanez a sors érheti a Los Angeles-i küldeményt is. De remélem nem itt lesz. Szeretném osztani az optimizmusát. Semmi akadálya. Az úton állók híre eljutott hozzánk is. Megfelelő utasítással láttam el a pénzt kísérő katonákat. Tudja, a mára tervezett cél El Camino Real volt, de valójában elhagyván Soledadot, megkerülik El Camino Realt és szépen megpihennek a Guadalupe-i állomáson. Kitűnő, Don Diego. A banditák majd ott várakoznak El Camino Realnál, ám a pénzleső várakozásuk igencsak hosszú lesz. Kitűnő. Gondoltam, önnek tudnia kell erről. Az az érzésem, hogy Garcia őrmester és a Reyes káplár már délutánra odaérnek a Guadalupe-i állomásra. Köszönöm, Pablo. Más nem kérünk. Mielőtt elindul Don Diego, igyunk. A pénz szerencsés megérkezésére. Az igazságra, szenyor. Ne aggódj! Garcia és Reyes azt teszik, amiben megegyeztünk. Igen, ez csapda. Természetesen. Jöjjön már, Kápár szaporán! Nagyon meleg van, szomjan halok! Innen Monterreyig már nincs semmi. Habár a Guadalupe-i völgyben, káplár, nincs ott egy jó kis borozó. De igen, van. Nekem is úgy rémlik, csinos kis summa van nálunk, káplár. Mit vár most tőlünk mindenki? Hogy elcsenjük? Jaj, nem, maga idióta! Azt kérdeztem, mit várnak, melyik úton megyünk? Amelyik oda visz a borozóba. Azt várják, hogy áthaladjunk El Camino Realon. Miért?
Mert ez lenne a logikus dolog, és mert így állapodtunk meg Don Diegoval, ez teljesen világos. Magának bizonyára, őrmester. Na de káplár, sose hallotta a mondást. Ne tudja a jobb kéz, mit tesz a bal. Az én bal kezem épp nem csinál semmit. Milyen ostoba maga káplár? Meleg van, tűz a nap, szomjan halok, de induljunk végre. Őrmester, tudja, mit szeretnék? Nem, de biztos, hogy megtudom. Menjünk a másik úton, a guadalupei borozóba. Jót tenne egy kis bor a forróság. Hey, miért ne, káplár? Nagyszerű ötlet! Hey. Na, ha a katonák erre jönnek, mindjárt elkapjuk őket. Imponálsz nekem, Pablo? Elfogjuk őket, és még több pénzünk lesz. Nem annyi, mint gondolnád. Fejtsétek el a lovakat! Hé, te bújj a sziklafal mögé! Látod? Ha tudatni akarsz valamit a banditákkal, elég, ha titokban elárulod Señor Verdugának. Látod azt a fehér ingest? Verduga egyik szolgája, Pablo. Amíg ezek itt várakoznak, vágjunk át a hegyen El Camino Real felé, hogy elkísérjük García őrmestert Monterreybe. Lehetetlen. De arról volt szó, hogy a másik úton jönnek. Egyenesen belesétálnak a csapdába. Utánuk megyek. Őrmester! Mi az? Zorro! Nem, az nem lehet Zorro, annak fekete lova van. Úristen, a pénz! Várjon, őrmester! García őrmester, várjon! Várjon, őrmester úr! Őrmester, álljon meg! Álljon már meg, García őrmester! Oda be biztonságban leszünk. Itt végre megpihenhetünk. Dobják el a fegyvereket. Mit mondott? Azt, hogy ide a fegyver. Meglőtte a káplárumot! Ne tegyen ostobaságot, őrmester! Dobja a kardját a padlóra. Bölcsen cselekedett, őrmester. Így tovább fog élni. Banditát láttam már életemben, de maga mindközül a legkegyetlenebb. Túl sokat fecsegsz. Nem elég baj, hogy végem van, de hogy még előtte ásszom is kell. Munkára! És nem elég, hogy a saját síromatásom, ráadásul őrmesterként egy káplár helyett is dolgozom. Ez nem járja. Segítenék, ha tudnék. Ó, maga spanyol katona! Egy apró golyó! Visszatartja az ásástól, nem tudom elhinni! Nézzen rám, elég nekem egy gödröt kiásni. Csendet! És forgasd azt a lapátot!
Higgy el, nem látok okot a sietségre. Miért kellene megölnünk a katonákat? A pénz már a miénk. Ezek nem közönséges küldöncök. Ha megtudják, hogy spanyol katonákra támadtunk, felhúznak az első fára. De ha a két katona simán eltűnik, senki nem vádolhat minket. Értem már. Pio érti a dolgát. Gyorsan jár a keze. Ki talál rá itt a sírjukra? Na, mi a baj? Biztos akarok lenni, hogy minden rendben. Hé, barátom! Minden rendben van? Elég volt. Még nem, uram, nincs meg a mélysége. Ebből nem kút lesz. Igen, tudom, de akkor se elég mély. Nem akarhatja, hogy a káplár ne férjen bele. Hagyd abba! Itt még egy kicsit bővíteni kell, hogy megfelelően ki tudjon nyújtózkodni. Nekem már mindegy, őrmester. Ha már így kell feküdnünk, akkor legalább legyünk kényelmesen. Egy kicsit mélyítsd és kész. Igenis. Ás! Mondtad azt, hogy nincs kardod? Miért? Mert csak ásóm van. Ha lenne egy kardom, gyorsabban ásnék. A seregben sosem ásóval ásunk, kizárólag karddal. Csak nem azt akarod elérni, hogy forduljak meg. Te pedig szépen leütsz az ásóval. Az ásó? Na persze. Azt hiszed, ennyire ostoba vagyok? Nem, uram. Miért gondolnám én, hogy ostoba csak? Esetleg valaki el akarja venni a kardját. Egy ostoba katonától talán el lehet venni, de nem tőle. Nem hisz nekem? Persze, hogy nem. Azt hiszed, arszom? Oh, igen, azt hiszem. Zorro, tényleg ön az. Maga megsérült, káplár? Lóra tud szállni, hogy elmenjen innen? Igen, uram. Hol van a pénz? Oda benn. Thank you.
Palomar, ez de jó. Megérkeztek már a katonák Los Angelesből? Igen, uram, megérkeztek. Ez az a pénz, amit hoztak? Igen, ez az a pénz. Szóval itt a pénz. De hol vannak a katonák? Ugyanott, ahová te is jutsz, vérember. Pablo, mit keresel te itt? Mondtam, hogy ne szóljanak senkinek. Milyen ostoba ember maga. Nem érti, hogy mi történik itt? Ugyan mi? Mit akarsz mondani? Te! Te adtad ki az embereket! Na hát, ezt nevezem. Végre érti? Áruló kutyák! Mi történt a katonákkal? Nem akartunk tanúkat hagyni, de nem lesz az maga sem. Áruló gazemberek! Örömömre szolgál, hogy megmártatom bennetek hűséges kardomat! Azt még meglátjuk! A karja, uram! Ez a gyengébbik, ugye? Sajnos már nincs benne annyi erő, mint régen! Lőd le! Őrmester, a többit magára bízom. Ez Zorro! Na igen! Már majdnem elintéztem Pablót, ha közben nem zuhan rám! Megsérült, uram! Semmi az egész, csak nem vagyok már olyan erőben, mint valaha. De még nem felejtettél a kardforgatást? Ha nem fájna így a karom rögvest, elintézném mindkettejüket. Szereztem egy pár sebesülést a királyom oldalán. A háborúban. És néha nagyon fájnak. Bocsásson meg, de én még mindig nem értek semmit sem. Pedig egyszerű. Fel akartam fogadni valakit az önvédelmére, meg a többi küldöncére is. Az ott, a volt szolgám, beajánlotta ezt a fickót. Felfogadtam, és ide küldtem. Uram, ha legközelebb netán megint meg kíván védeni, akkor engem fogadjon fel, nagyobb biztonságban leszek. Rendezte William Whitney. A forgatókönyvet Johnston McCauley Zorro történetei alapján írta Jane L. Coon. Fényképezte Gordon Avril. Zenéjét szerezte William Lava.